kifogyott már a Tesco Bicarbonate Whitening Turi Edition fog krémem, úgyhogy kevertem már egy kicsit. Ez egy saját kiadás, ezt úgy szoktam csinálni egyébként, hogy veszek a Tesco-ba egy olcsó, nagy kiadású mentolos fogkrémet, és akkor itthon van nekem egy kis TikTokos dobozom, ami üres, nincsen már benne TikTok. Abba szoktam tölteni szalda bikarbónát, meg nagyobb szemű sót, azt összerázom, és az nekem ott van a piper a polcon a ezen mellett, a fogkrém mellett. Azt mikor fogot mosok, akkor a fogkrémre rászórok ebből a ízeiből, ebből a sós miúságból, szalda bikarbónát. Na, azt ez a whitening. Kell nekem izé blendom egy bikarbonát. Van itthon szóra bikarbon. Meg sok. Most tökéletes. Jajajaj. Most olvasom már sokat gyár. Nagyon furcsa állam, hogy egyesek mennyire nem beszélik a saját anyanyelvüket, a magyart. Csinálnak egy ilyen vicces képet, mely szerint ugye, hát most nem tudom a viccnek a poénját elmondani, az a lényeg, hogy van benne egy olyan kijelentés, hogy a hagyma megsirat. Hát, ezt is sehogy se értem, hát a hagyma az nem sirat minket. Ugye a hagyma az sírásra késztet minket, tehát meg ríkat. Na milyen ezért szokás? Na, ha valaki nem tudná, akkor a két szó között annyi a különbség, ugye, hogy aki sírat, az maga elvégzi a cselekvést, aki pedig ríkat, az késztet a cselekvésre. Tehát nagyon nem mindegy, hogy melyik szót használjuk. De rákerestem, így a Google-ba beírtam, hogy sírat vagy ríkat. És dermesztően sok ilyen bizonytalan találtam, hogy ríkat. XD, nem azt akartad írni, hogy sírat? Nem, bizony, hogy nem azt akarta írni, hogy sírat. Mert a sírat, meg a ríkat, az két külön dolog. És ott, hogy nem találkozott valaki még azzal, hogy megríkat. Hát az szerintem csak a saját tájékozatlanságát, bunkóságát, műveletlenségét árulja el. Hát irodalomban rá van írva millió helyen. Sírásra készted, meg ríkat. Nem pedig megsírat. Na mindegy, vannak ilyen izék, néha felbukkannak így az agyamba ilyen furcsa dolgok, amire nem tudom a választ. Azt gondoltam, hogy egyszer már összeírom ezeket a fura kérdéseket, amire senki se tudja a választ. És akkor azokat összegyűjtöm és kielemzem egy videóba, de egyelőre nem nagyon akarnak összejönni ezek a kérdések, de kettő azért van, amit úgy nem tudok megválaszolni, teljesen kétségbe vagyok esve miatta. Az egyik az, hogy amikor szép irodalomba olvasom, illetve nem kell hozzá szép irodalom, elég a ponyva is, tehát ponyvát olvas bármilyen irodalmat az ember, akkor olyat olvas benne, hogy a férfi felsikoltott, vagy egy sikoly hangzott fel, és akkor tudjuk, hogy az egy férfi volt. Hát nem tudom, az írók miért használják ezt egyenértékű szinonimának, ezt, hogy sikolt, meg sikít. Hát szerintem a sikoly az mindig magas, éles hangú visítást jelent. A férfiakra ugye nem jellemző, ha csak nincsenek kiherélve, de még akkor sem, ez csak egy hülye sztereotípia. De a férfiak nem nagyon szoktak sikoltozni, inkább a nő. A férfi, főleg ha ölik, mondjuk egy könyvbe, akkor az szerintem inkább ordít, vagy üvölt, vagy ilyesmi. De azt, hogy férfi sikolt, felsikoltott félelmébe, az nem tudom. Szerintem furcsa. Én még nem írtam könyvet, de ha írnék, akkor én ilyet biztos, hogy nem írnék le benne. Na, ez az egyik a élet sok nagy rejtélye közül.
A másik nagy rejtély, amit sehogy se bírok megfejteni, mondja már meg nekem valaki, hogy az hogy lehet, hogy a trónok harcába az a rengeteg-rengeteg harcos, akik a sarkkörön menetelnek, meg élnek effektíve, ott élnek a sarkkörön, és olyan hóviharok vannak, hogy mínusz 100 fok, meg betemeti őket a jég, meg minden. Egyik se hord sapkát. De egy se. Van rajtuk 50 réteg bekecs. Úgy be vannak bundázva, mint egy jak. Sapka meg egyiken sincs. Tehát olyan edzettek, hogy hófúvásba mindenki sapka nélkül megy. Egy szereplőn láttam sapkát, annak is levágták a fejét. Később. És viszi a karján a csecsemőt, az újszülött csecsemőt, a nő a hóviharba, és teljesen csupaszon van a gyereknek a feje. Hadd szokja. Vagy hogy? Nem tudom. Jelmeztervezők úgy gondolják, hogy hát azért a sérónak annak látszani kell, vagy nem tudom, hát az túl olyan, nem tudom, snasz lenne, hogyha feltennének egy usankát, vagy valami. De azért nem kell az a sarkörön lakni, hogy elképzelje az ember, hogy bizony fázik neki a feje. Hát. Na, ugye mi nem a sarkörön élünk, hanem viszonylag mérsékelt égőn, azt mégis hordunk sapkát. Mert fázunk fejről. Hiába öltözik föl az ember nyaktól bokáig. Na. Ezek olyan nagy kérdések, hogy ezek engem nagyon foglalkoztatnak az utóbbi napokban. Na ki tudja a választ?